Ez itt a Kreatív Műhely tavasz váró adása. Végre-végre márciust írunk. A múltkor Zsigával milyen volt alkotni? Nagyon profi volt, igazi sportember minden téren, tehát nagyon jól készítette el a dolgokat, teljesen profin, láttad, milyen, itt voltál, milyen precízen, pontosan, nagyon-nagyon. Nőnapi ajándékot készítettetek akkor Zsigával, most tényleg üde színeket használva fogunk tavaszi ajtódíszt, koszorút készíteni. Miket láthatnak a nézők az asztalon, miket fogunk használni, és egyáltalán hogyan? Ezen a műhelyen most kiélhetett kreativitásod, tehát mindent ide hoztam neked, amit csak szeretnél. Festhetsz, ragaszthatsz, minden, ami szemszájnak ingere az asztalon van, szalagok, faalapok, gombok, pöttyök, pöttyözők, mindenféle dolog. Előtte elmondom, hogy milyen koszorú alapokkal szoktunk dolgozni, milyenek a leggyakoribb koszorú alapok. Van a klasszikus vessző alap, illetve van a polisztirol, vagy hungarocell, ki hogy minek szokta nevezni, de hivatalosan polisztirol koszorú alap. Ezt lehet festeni, dekupázsolni, lehet bevonni szalaggal, anyaggal, számtalan elkészítési formája és módja van, nagyon-nagyon népszerű, nagyon szeretik. Rád van bízva, melyiket szeretnéd? Akkor én ezt a vesző paripart választom. És hát akkor mivel kezdődik ez az egész? Van egy csodaszép ajtódísz alapunk, amely még szűziesen áll lehet kisebbet, nagyobbat, mindenkinek az ajtajához, stílusához. A vesző, ez már egy eleve festett vesző koszorú alap. Hát most nagyon tavaszra vágyik a szívünk, lelkünk, ezért arra gondoltunk, úgy készítettem ki már az alapokat, Vivi kereste, hogy csupa színes dolgot, minél, hát bocsánat a kifejezésre, de csicsásabbat, csajosabbat, tavasziat szeretnénk. Például a tavasz feliratot is választottuk, ezt mindenképpen fel fogjuk használni, de én azon gondolkodom, hogy nagyon sok háztartásban nincsen ragasztópisztoly, ami mondjuk itt pedig van. Mi van akkor, hogyha nincsen ragasztópisztolyunk otthon, hogyan tudjuk ezt kibekkelni? Ragasztóval is lehet ragasztani, csak nehezebb, tehát hosszabb a száradási ideje, mint a ragasztópisztolyunk. Meg ha technokot használunk, akkor bekábulunk egy kicsit. Hát igen, én tudod, én a hobbi ragasztópárti vagyok továbbra is, tehát a technokot én azért azt annyira nem szeretem. Tehát vagy ragasztópisztoly, vagy hobbi ragasztót javaslok ehhez az ajtódísz készítéshez is. Ezek a színes gombok nagyon-nagyon édesek egyébként gyerek ruhákon is, de tényleg most a legutóbbi években egyre többen használják ilyen kreatívkodáshoz is. Képektől kezdve nagyon sok mindent láttam el, nagyon jó pofák, nagyon jó aranyosak. Van egyszínű, vannak pöttyösek, virágosak, pillangósak, bármilyen. Na, a gombokat akkor egyelőre félretúoljuk, és fessük le a fa alapanyagokat, ezeket a kis díszeket, milyen festékeket és színeket használjunk? Akril festéket használunk, és a színeket is te választottad, ezek az igazi fagyi színeket választottál, tehát ezek a klasszikus fagyi színeknek nevezett színek. Csicsás tehát, és csajos. Igen, teljesen csajos, úgyhogy abszolút. Magentától a lime-zöldig, sárga, puncs, pisztácia, itt mindenféle szín megtalálható. Milyen ecsettel dolgozzunk? Hát amit szoktunk, csak ne tört ki a nyakát az ecsetnek, tudod, ez szokásos, tessék. És én azt javaslom, hogy kezd a tavasz feliratot átfesteni. Ezek natur lézervágott faalapok, és ezeket lehet festeni különböző színekre, de lehet így is használni. Tudod, nekem a szerelmem a szoftfesték, tehát azt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, de most akrilfestékkel fogunk festeni. Szoftfestékkel inkább ilyen vintage stílusú koszorúkat lehet készíteni, ezzel a lime-mal meg a csajos verzió. Hölgyeim és uraim, kedves nézőink, most a felgyorsított rész jön, mert hogy ketten Veronikával elkezdünk festeni, alkotni, úgyhogy jól figyeljenek! A festés után jön a díszítés, nem mindegyiket hagyjuk egyszínűen, hanem
Pöttyözzünk egy picit. Aha, de mivel? Pöttyöket. Sima ecsettel? Ez elvégben domborító, de én szoktam használni pöttyözésre, nagyon jól lehet vele pöttyözni, pici pöttyöket nagyon szépen lehet belemártani a akrilfestékbe, és aztán pöttyözni. Csak nem kell teljesen belemártanom a festékbe. Nem, csak egy picit. Éppen, hogy jól leszel. Annyi csak a teendő, hogy amit ragasztani szeretnél, oda tartod, megnyomod ezt a... Na de mekkora mennyiséget? Vagy mennyire, mint például a hobbi ragasztónál mondtad, hogy inkább legyen több, hogy biztos oda ragadjon. Itt is érdemesebb többet, tehát ne folyjon végig a koszorúny. Na mutasd mondjuk a masnira mennyit raknál. Jó, tehát így körösen akkor megnyomjuk, és akkor szerintem egész biztosan oda fogamasni. Ez ilyen szálas marad, de a szálakat le lehet venni. Rak bele nyugodtan most rögtön, kezedre vigyázz, mert meleg. Odaragad? És megragad, igen, és utána ez megköt, és készen is van. Pár másodperc alatt ez megköt. Lehet feldén rakni, lehet... Ez kevésbé fog működni, szerintem. Annyira nem? Igen, annyira nem. Biztos, hogy működőképes történet lesz így, ezzel nem hiszem, hogy bárkit le tudsz lőni. És akkor haladjunk jobb. Még többet? Nem, hanem... Na hogy? Egy helyre rakjál többet, és igen, nyomd azt a pisztolyt, igen, és akkor fogja ezt tolni ezt a rudat előre. Ez az. Aha, jó, most már ráéreztél. Így. Na okay. Hát értem, és akkor lehet, csak ragadjon is oda. Lehet rárakni a feliratot. Most így, ennyi elég? Hölgyeim és uraim, elérkezett a pillanat. Kész az abszolút tavaszi ajtódíszünk, kreatív műhely módra. Köszönöm szépen a segítséget. Egyetlen egy dolgot még nem raktunk rá, azt a szalagot, amit levágtunk, hogy ugye felakasztjuk majd az ajtónkra ezt a bizonyos díszt, de ezt már mindenki elintézi magának. Én remélem, hogy amúgy sokaknak így kedvet csináltunk, és így a tavasz lévén már mindenki magának alkotja meg akár már a húsvéti, vagy éppen már-már nyári, őszi, téli, és így tovább ajtódíszét. Köszönöm szépen, hogy ismét velünk voltál!